A koronavírus járvány miatt nagyon sok masszőr, gyógymasszőr maradt munkanélkül, hiszen a páciensekben azért volt egy kis félsz, hogy most elmenjenek egy ilyen kezelésre. A shiatsu persze más, mint a masszázs, és erről is fogunk szót ejteni. Téged mégis hogyan érintett ez az időszak? Hogy élted meg? Nem volt egy könnyű időszak. A shiatsu is érintéssel dolgozik, kézzel való munkával, és a paciensek ugyanúgy megijedtek. Tehát nem jöttek hozzám se a vendégek. Én 2,5 hónapig vagy 3 hónapig nem dolgoztam, és nem féltem, mert nagyon bíztam abban, meg tudtam azt, hogy az embereknek szüksége van az érintésre, mert ez egy alapvető szükségletünk, és nagyon jól el tudtam magam foglalni. Mozgással, tehát mindennapi mozgással, sétával, befelé figyeléssel, meditációval. Én készültem a saját tanfolyamaimra, jegyzetet írtam, még soha nem ültem ennyit a számítógép előtt, mint ebben az időszakban, viszont mozogtam is. Úgyhogy én azt mondom, hogy jól éltem meg, tudtam egy kicsit befelé figyelni és pihenni is talán. Most nem tudjuk, hogy lecsengette a koronavírus járvány első hulláma, vagy benne vagyunk-e a másodikban, minden esetre most nálad mi a helyzet? Visszajöttek-e a páciensek? Elkezdtek-e újra járni hozzá? Igen, egyre többen jönnek vissza, és egyre többen szeretnék felkészíteni magukat a második hullámra. A shiatsuval nagyon jól lehet preventíven dolgozni, tehát megelőzni, immunerősítést végezni, vagy lelkileg felkészülni, vagy egyáltalán egyensúlyban maradni, és ezért egyre több vendég jön vissza, és én egyre többet dolgozom. Igen, egyébként én ezt is szerettem volna kérdezni, ugye vagy említettem, hogy kicsit többet is beszélnénk a shiatsuról. Ugye ez nem egy egyszerű masszázs, itt a test és a lélek kezelése gyakorlatilag egyenrangú. És hogyha valamiről sokat beszéltünk most egy a koronavírus járvány kapcsán, az az volt, hogy mentálisan ezt az emberek magát a bezártságot nagyon-nagyon rosszul viselték. Ebben mit tud segíteni a shiatsu? A shiatsu alapvetően a hagyományos kínai orvoslásra épül, ami a meridiánokkal, vagy az energiapályákkal dolgozik, vagy az energiapályákon dolgozunk mi, azokat érintjük, és egységesen, egészlegesen nézzük az embert, úgy, ahogy mondtad, hogy test, lélek, szellem, és a shiatsu abban tud nekik segíteni, hogy kiegyensúlyozás felé megy, tehát, hogy magabiztosabb lesz az ember, sokkal jobban kapcsolódik a testével, megérzi, vagy tud befelé figyelni, hogy mi minden történik az ő testében, vagy testével, megtapasztalja a saját reakcióit, megtapasztalja a saját erejét például, hogy mennyi erő, mennyi potenciál van az ő testében, szellemében és lelkében, ahhoz, hogy mondjuk túléljen egy ilyen érzelmileg gondolom a túlélést, tehát hogy érzelmileg átvészelje, vagy feldolgozza például azt, hogy otthon kell maradnia. Képessé válik például kreatívan megtalálni valami újat. Tehát, hogy azzal, hogy egy kicsit befelé figyel és egy kicsit a rohanó világból visszahúzódik, az érintések által kapcsolatba kerül magával, új utakat tud kialakítani. Tehát például most, hogy nagyon sok munkahely megszűnt, és nagyon sokan azt mondták, hogy valami új után kell nézni, vagy valami mást kell csinálni, ebben is tud segíteni. Segít a biztonságérzettel, és az, hogy valaki magabiztossá válik ebben a nehéz helyzetben is, egy új utat, egy új irányt kialakítani például. És azok a páciensek, akik most fordulnak hozzád, azok kifejezetten ilyen problémákkal keresnek meg? Nem feltétlenül. Többen vannak olyanok, akik azt tapasztalták magukon, hogy ez a bezártság érzet, ez az alapvető érzéseiket, vagy azt, hogy ő biztonsággal van a világban, azt bolygatta meg, tehát azt kibillentette. Többen vannak, akik ezzel jöttek, hogy szeretnék magukat biztonságban érezni ismét a bőrükben, a világban,
vagy megtalálni egy olyan utat, ami segít ebben. De emellett ugyanúgy nagyon sokan jönnek például fizikai tünetekkel, de azért, mert mentálisan egy kicsit megbillentek. Tehát például egy gyomorfájás, ami szomatikus lehet, az lehet attól, hogy nagyon nagy stressz van az újrakezdésben. Mikor kell bemennem a munkahelyre, tudok-e otthonról dolgozni, mi lesz szeptemberben az iskolában, hogy most otthon kell maradnom a gyerekkel, és ez mind fizikai szinten nyilvánul meg, de ez egy mentális feszültség. Néhány éve a kezdeményezésedre, illetve a részvételeddel megalakult az Országos Shiatsu Egyesület, ez egy szakmai szervezet. Milyen szerepet vittetek ti ebben az időszakban? Tehát a koronavírus alatt volt-e valamilyen segélyezés vagy segítés? Egyáltalán volt erre valami igény? Nem, hát nagyon nem tudtunk segíteni ebben, vagy ebben az időszakban, mert hogy ugyanúgy az érintéssel dolgozunk. Mi alapvetően azt vállaltuk fel, hogy egy olyan szervezet vagyunk, vagy leszünk, akik megismertetik az embereket a shiatsuval, tehát hogy ilyen apró tanfolyamokat, vagy rövidebb tanfolyamokat tartunk, ahol megtapasztalhatják, megtanulhatják az emberek, hogy milyen a shiatsu érintés, milyen egy shiatsu kezelés, és tudják otthon a családban használni. Amivel most foglalkoztunk az utóbbi időben, és a koronavírus időszak alatt, hogy egy gyerekprogram alakult ki, és annak a részleteivel foglalkoztunk, ami aztán szeptembertől folytatódik, és elindul. Megpróbáljuk tanítónőknek, családban, óvónőknek megtanítani ezt a programot, ami célirányosan gyerekeknek szól. És aztán ezt kínáljátok is óvodáknak egyébként, vagy ők kereshetnek meg benneteket? Úgy van, hogy alapvetően vagy az óvónőket, vagy a tanárnőket keressük meg, és rajtuk keresztül, vagy szülőket, és rajtuk keresztül próbálunk meg iskolákkal kapcsolódni, és úgy bevinni az iskolába, vagy gyerek közösségekbe ezt a forrás, úgy hívják, hogy forrásprogram. A szakmáról sokat beszéltünk, rólad kevésbé, úgyhogy most egy kicsit téged személyesen kérdeznélek. Te gyakorlatilag a táncművészet irányából érkeztél a shiatsuba, tehát a mozgás, mint ahogy a shiatsuban is, azért egy fontos tényező. Ez mennyiben játszott szerepet a te életedben, tehát amikor váltani kellett, mert hiszen ez egy szakmaváltás volt a táncművészettől a shiatsuig, ez mennyiben játszott szerepet nálad? Nagyon érdekes, mert alapvetően nem játszott szerepet, de nagyon sok mindent hozok a táncból. A shiatsu egy nagyon meditatív, nyugodt, visszahúzódónak tűnő kívülről kezelési forma. Belül viszont egy kezelő, tehát én nagyon sok mindent élek meg, és nagyon sok dinamikus belső megélésem van, miközben kezelek. Tehát, hogy ezzel ki tudom egyensúlyozni azt, amikor a színpadon táncol az ember, és így kifelé táncol. És az tényleg mindent kifelé ad. Amit hozok a táncról, az a kitartás. Tehát hogy végigcsinálni dolgokat, hogy folyamatosan tanulni. Tehát, hogy soha nem feladni azt, például hogy a koronavírus kapcsán, nem feladni azt, hogy van egy belső hitem, egy erőm, és hogy változni fog. Tehát, hogy ezt például a táncból hozom, tehát ezt a fajta kitartást. A mozgás is szerepet játszik az életemben most is, mert a shiatsuban, tehát amikor például én tartom a tanfolyamaimat a három forrás központnál, akkor minden reggel csinálunk egy úgynevezett bemelegítést, úgy hívják, hogy doin. Ez egy japán szó, és vezetést jelent, tehát a testemben az energia vezetést jelenti, és ez hozzátartozik szervesen a shiatsuhoz. És a shiatsu kezelőnek is napi szinten kell doin gyakorolnia ahhoz, és azért, hogy a testét egyensúlyban és erőben tartsa. Tehát, hogy viszem azért tovább a mozgás szeretetemet. Tehát tanítok tai chi-t, qigongot, tehát, hogy ott van a mozgás az életemben. Csak egy picit visszafogottabban.
Hát akkor mozogjunk visszafogottabban, és ez a mozgás ez legyen mindenképpen visszafogott. Köszönjük szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm.